Összehasonlító teszt, hiszen az elmúlt időszakban nem volt ilyen, viszont régebben volt és imádtuk, önök is és mi is. Bence, hoztunk két olyan autót, amelyikből az egyik már egyébként szerepelt nálunk egy összehasonlítóba. Miért érezzük egyáltalán azt, hogy ennek van esélye, hogy a kettőt össze tudjuk hasonlítani? Divatautóról van szó, bármilyen hülye hangzik. Nem szeretem ezeket a fogalmakat, de hát valamit mégis kell rá mondani, mert egyébként bármi más nehéz lenne. Tehát mind a két autó olyan, hogy egy kicsit nehéz megmondani róla, hogy pontosan milyen kategóriában játszik, kinek szánták. Egyet tudunk, hogy olyanoknak, akik szeretik az egyedi autókat, meg szeretik a variálhatóságot. Tehát crossover modelleket fogunk bemutatni, megkérdezem szkeptikus barátomat, aki egyébként nem rajong az összehasonlító tesztekért. János, betegen megint mit keresel itt a műsorban? Hát én sem tudom ezt, de állítom, beszélem kéne két autóról. Szerintem ez egy új kategória, ugye tényleg a Mini, a DS3, tehát a kis autóknál már lett egy ilyen kategória, hogy ilyen divatautók, és most ugye mindenki ebbe a kicsit terepjárósabb világba, vagy szabadidőautósabb világba megy el, és ezek szinte ebbe a kategóriába is lesznek ilyen divatautók, úgyhogy nagyon kíváncsi válom, hogy a kettőről mit fogunk mondani a legvégén, ugye egyikünk sem jött még benne, úgyhogy ez egy érdekes összehasonlítás lesz. Ugorjunk is bele első körben talán a Captur-be, hiszen azt jobban ismerjük. Megyünk először azzal egyet, hárman, aztán megyünk egyet a Kia-val, és a végén a szokásunkhoz híven mindenki választani fog. Urak, benne ülünk egy, nem tudom ki lehet-e mondani a televízióban, de egy ruhamárka, limitált széria, jó akkor Helly Hansen, mert az a neve a kocsinak. Az a neve, igen. Renault Captur Helly Hansen limitált széria autóban. Hát azt kérdezném valamelyik okostól, vagy hátulról a hangtól, vagy itt attól, aki vezetést. Átadom a szót, már sejtem a kérdést, hogy... Igen, mi a nyavajától Helly Hansen? Az a helyzet, hogy ezek az együttműködések, ezek nem arra szolgálnak, hogy te kapjál valami különlegeset, hanem arra, hogy a ruhamárka a logóját rátehesse az autóra. Na most ez megvalósult. Innentől kezdve az, hogy van benne valamilyen egyedi üléskárpit, rendelhető hozzá egy olyan szín, amihez csak hasonló van különben a Renault kínálatában. Ez szerintem olyan túl sokat nem tesz hozzá. Nem kapsz egy teljes személyre szabott Helly Hansen szabadidő kollekciót, hogyha megveszed. Tehát, hogyha erre gondoltál. Nem is igénylem, mert egyébként valami vitorlás ruházat, tehát mondjuk pont hidegen hagy. Pont az. Ami különleges benne, az ott lent az a kapcsoló, amit egyikőtök se vett észre. Mutatom. Ugye az ESP-nek van ilyen programozható módjai, azokat lehet variálni, az ugye a Peugeot modellekben már láttunk ilyet. Amúgy nagyon sok értelme nincsen, de hogy például lehet, és egy kicsit olyan terepjárósabb, bár ezzel én semmilyen terep nem mennék be, ugyanúgy, mint a összehasonlító teszt másik terepjában sem. Bence még annyit mondja, hogy milyen élmény vezetni, hát ha ezt attól, hogy van rajta egy matrica az oldalától. Hát meg ez már dupla kuplungos váltós, úgyhogy ezt külön kiértékelheti. Az a helyzet, hogy értékelem, mert maga az autó nagyon kis, agilis, jól vezethető. Azt gondolnám, hogyha úgy a fejemben elképzelem ezt a két autót, hogy ez a Captur, ez egy sokkal kisebb autó a Kiánál, de ez egyáltalán nincs így, csak néhány centivel kisebb minden irányban. Belül szerintem egészen tágas, és emellett úgy a Clio-nak azokat a tulajdonságait, hogy mozgékony, kis helyen elfér, könnyen lehet vele parkolni, könnyen lehet irányítani, jól mozog, ezeket mind tudja. A vezethetősége az nagyon tetszik, a dupla kuplungos váltó nagyon tetszik, tehát én azt mondom, hogy ez már van olyan jó, mint a Volkswagennek a DSG váltója, mert korábban nekem sok gondom volt minden más gyártónak a dupla kuplungos váltójával, mert mindig csalódás volt. Én is csak a PDK-t tudom még elviselni. Hát mellettem. Minek utána az majdnem ugyanaz, tehát igen. Tökéletesen. Egyébként észrevettem egy hátrányt csak így menet közben, ugye a Captur-nak, amit nagyon dicsértünk, hogy cserélhető a húzatja. Nem tudom, emlékszel-e BZ-t, tudod, hogy mellett ennek nem. Tehát, hogyha nézitek, ennek nem. Hát, mert ez edíció, kis testvérem. Igen, nem akarják, hogy lecserélt. Ez attól az, ami... Ez örökre Helly Hansen hát maradt, ha összekoszoltad akkor tetszett, hogy az ember, ha összekoszolja a gyerek, akkor azt le lehet venni, kimosod és utána visszarakod, mert ebben nem lehet. És amit a Jani a burkolatoknál elkezdett, azt én folytatnám. Nekem nem igazán jön be az, hogy a műszerfal az egy ilyen kemény műanyag tömb. Nem igazán jön be az, hogy ha megfogom ezt a automata váltót, akkor ennek ilyen műanyagos és így mozog egy vadonatúj autóban. Ez teljesen kiemlendító, és ez a műkarbon, műanyag utánzat, ez a kormányon, a kis mink tükörrel a kormányon, ez valami rettenet. Tehát én aláírom, hogy jó, lehet női autó, de azért ez már sok. Szerintem, meg az, hogy csinálták ezt a forzalmas zongoralak
bevonatot, amit egyszer kitaláltak, és azóta nem bírnak lejönni róla az autógyártók. És egyébként középen is van belőle elég, mert az első Ford-nál, amikor hozták, már mondtam, hogy nem lehet tisztán tartani, mert egyébként meg nem, hogy vonza a port, hanem ő porból él. Igen, ettől függetlenül, amit itt középen látunk, az egy szintén újszerű dolog, hogy ilyen nagyon letisztult, meg ilyen nagyon kis, kevés gombos stílusú. Nem tudom, tehát ezt is szokni kell. Én nem igazán pártolom azt, hogy azok a nők, akiknek ezt a kocsit a kormányon a sminktükörrel szánják, azok már elkezdjék ezt itt így nyomogatni, miközben kiegyenesítik a kanyart. Meg bekapcsolni ugye a hangot, ugye, hogy milyen hangja legyen a motornak. Ez a... Jaj, ebbe is benne van. Ebbe természetesen. Van Jézus Mária, akkor tudunk menni az 1-2 TCL-vel akár V6-os jó hangon is? Ahogy egyébként. Szerintem arról azért még érdemes beszélni, hogy a két autó bár kategóriában egyforma, de ugye ez egy 1-2-es ugye turbós benzines dupla kuplungos, még sajnos a Soul az egy 1-6-os turbodízzel lesz kéziváltóval, tehát hogy kicsit más azért sajnos, de azt gondolom, hogy mégis az ember így elgondolkozna, nem? Hogy egy manapság ugye a turbodízzelnek nagyon nagy hírivatja van, de most amiket így elmondott a Bence, ez alapján egy ilyen benzines is az ember elgondolkozna. Nem tudom neked most mennyit fogyaszt, de azért nem ilyen ijesztő számokat szoktunk ennél látni, 7 litert látunk. Most 7 liter, de én biztos vagyok benne, hogy ezt még lehet lejjebb ilyen. Persze, azért mondom, hogy szerintem ez is egy ilyen érdekes döntés. Lehet, hogy az ember most már ebből is gondolkozhat, hogy benzines vagy dízel. Akkor egy mondat erejéig, mielőtt átülünk a másik autóba, János beszélj az árakról. Ennek az alapára, de az a 0,9-es TC, amit azért annyira erősen nem ajánlgatnék csak olyannak, aki városba jár vele, az 3,8. De ugye most nem abban ülünk, hanem ez az 1-2 TC, abból is ugye a legnagyobb felszereltség, tehát az 5,5, ha jól emlékszem. Viszont ami fontos, főleg majd a Kiával összehasonlítjuk, hogy ebben már majdnem minden benne van. Tehát, hogy itt a feláras extrákra még plusz 205-et tudsz költeni kb. Plusz a metálfényezés, hogy kéred van, nem? De például, hogyha kétszínű a fényezés, meg hogy így variálod a dolgokat bent, hogy milyen színűek legyenek, ugye nem a Helihanzerről beszélek, hanem általánosságban a Captur-ról, az nem feláras egy jobb felszereltségnél. Tehát, hogy szerintem egy tök jó dolog. Tehát én nem feltétlenül a Helihanzerhez hasonlítanám a Kiát, ez egy egyedi csomag, én sokkal jobbat össze tudnék állítani, akkor ugye jóval kisebb árról is beszélünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy szerethető ár. Tehát, hogy... Pont ezt akartam mondani, akkor alapvetően ez legalább egy lehetőség arra, hogy ne tucatok legyünk, hanem egy picit merjünk kilógni, és nem kellettől megijedni, hogy ez majd olyan marha drága lesz. Igen, tehát hogy az, hogy ez most 5, az szerintem annyira nem ijesztő, és ugye tényleg jóval többet is nyújt, mint egy kis autó. És ami még 5, az a garancia, 60 000 forint. Az, ugye? Igen. Tehát, hogy 5 év garanciát már el is. Ez is fontos, ugye, mert a Kiánál tudjuk, hogy ott majd egy 7-es fogunk emlegetni. Most, hogy átültünk, a számomra egyébként sokkal kényelmesebb Kiába, tehát egy szélesebb, puhább ülésben ülök, sokkal nagyobb helyet érzek magam körül, lehet, hogy átverés, csak mondom az érzéseimet. Kis dízli motor, ahogy a kezedben érzek, bűrkormány, nagyon kellemes vastag, nagyobb kényelmes kijelzőnek tűnik, jó, hát egy kéziváltó. Nem tudom, nekem ez autóbbnak tűnik őszintén, te is messzebb ülsz, ugye, hogy ez tehát, egy autó? De az a vicces pont, hogy most megnéztem, tehát hogy a térdem előtt kevesebb a hely, a fejemnél ugyanakkor a hely, de mégis tágasabbnak érzed, az, hogy nincs ráthajlítva. A térérzet. Az a pár centi, amit az előbb említettem a Renault-nál, az itt a beltérben jelentkezik, abszolút. Ez egy kocsi. Kezdjük a feelinggel, mert az elmondtad a másiknál sem, milyen, tessék, kéziváltó dízelmotor. Igen, vezetni ezt nem rossz, könnyű, de élvezetesebb volt a Renault. Tehát az egy olyan agilisabb autó. Az kényelmesebben rugózik. Ebben futóműben ugyanezt éreztem én is, a futóműben jobb oldalműben. Már úgy most érzem a rázkodást, pedig még rá sem mentünk a rosszabb minőségű szakaszra. Ez olyan érzés vezetni, mint ahogy kinéz, mint egy nagy dobozt. Ennek az autónak az ülése kényelmes, a kormánya jó szögben áll, ugye háromféleképpen lehet változtatni a rásegítés mértékét, kinek hogy tetszik, jól ki lehet belőle látni, ennek sokkal nagyobbak a tükrei például. Az anyagminőség az tiszta Volkswagen-es, nézd meg, ugyanaz az ilyen puhán benyomható műszerfal, összeszerelési minőség is sokkal jobb, ebben sehol nem találsz olyan részleteket, mint a Renault-ban, amik majdnem a kezedben maradnak. Ebben az egész minőség érzet, amit ugye a Volkswagen fejlesztett ki, hogy egyáltalán ilyen fogalom létezzen, egy minőség érzet, ez ebben a kocsiban szerintem ugyanúgy megvan. Én nem hittem volna, hogy egyetlen egy Audi is nemzetközi bemutató így megváltoztatja értékítéletét, nem? De egyébként sajnos az a baj, hogy igaza van, tehát ezt tudjuk, bár kétségtől, hogy nem szoktunk így beszélni a Volkswagen termékekről, úgy látom, hogy ma olyan lábbal kelt fel, hogy az őszinte ingét vette fel, hallod? Igen, ettől függ, ez viszont pont ugyanúgy hat erre a Kiára, mint a Volkswagenekre, hogy az eszeddel tudod, hogy egy jó autó,
de hogy ennek az autónak nem az eszedre kéne hatnia, tehát ezt ők megint elfelejtették, miközben csinálták a divat autójukat, hát hogy, meg Pini Ronda. Hogy megint egy racionális autót csináltak. Akkor szavazzunk, Bűn Ronda-e a Kia, vagy vállalható, vagy szép? Tessék, tegye fel a kezét, aki Bűn Rondának tartja. Kettő. Te nyugtass meg, hogy a vállalható vagy. Hát, hogy... Én nekem minimum vállalható, de egyébként vacilálok a tetszik és a vállalhatón, és nekem ez a régivel is így volt. Hát mondom, hogy Amerikában, meg Nyugat-Európában zabálták ezt a papírt. Tényleg, tehát hány olyan japán autót tudunk, ami ugyanez a formavilág, és nagyjából szénnél vásárolják. Nissan Cube. Igen, tehát hogy így... Na. Sion. Van egy pár, úgyhogy biztos megvan a piaca egyébként. Persze. És ilyen szempontból tök jó, amit Bence elmondott, hogy miközben divatautót akartak csinálni, csináltak egy tök jó autót. Igen, ők nem estek bele abba a hibába, hogy mindent alávessenek ennek a feltűnősködésnek. Hogy állunk árban a Captur-höz képest? Ugye új modell, 4-3 lenne az alapmodell, de most akciósan 3-9, de ugye ez az 1-6 benzinnek az LX változata, ami hát azért nem ajánlanám. A dízel, ha jobban felszereltet veszed, akkor 5,5. Itt most pont olyan számokról beszélünk, amivel kb. A Captur esetében. Viszont a Capturnál ugye pont ezért emeltem ki azt, hogy ha felszereltséget is nézzük, azért itt, amikor mindent beleraksz, jobban durvább álljon ki, mint mondjuk egy Capturnál. Egyébként a Capturból nem tudsz csak 90 lovast venni, amit szerintem a Renault egyik legnagyobb hibája, hogy a zseniális 1.6-os dízel motorokat még mindig nem tudták belerakni abba az autóba. Mert a 130 lóerő lenne, és akkor regálban lenne. És akkor nem is lenne kérdés, hogy melyiket választanám a két autó közül. Így viszont abból nem, gyakorlatilag esélytelen dízelt venni, vagy legalábbis én nem foglalkoznék azzal, abban pont az az 1-2 TC a legjobb, amit most kipróbálhattunk. Ez pedig egy kicsivel másabb élményt nyújt. Menni vele, ezzel is nagyon jó, egy kicsivel feszesebb, ami az én világomhoz, meg szerintem a BZ-jéhez is közelebb áll. Az, hogy lehet állítani a kormány rásegítést, ez is a legtöbb ember számára a hülyeség, én viszont pont elnyomogatom a sportállásig. Tehát, hogy van egy csomó olyan dolog, ami azt gondolom, hogy ez az autó egy icipicikkel bizonyos paraméterekben többet tud. Most az a kérdés, hogyha ezeket hozzáadogatjuk, akkor ér az annyival többet, hogy a két autó között van mondjuk egy ilyen 1,5 millió forint különbség. Mindenkinek magának kell eldönteni, mert ezek az autók pont arról szólnak, hogy kinek jönnek be. Igen. És akinek bejönnek, az majd ilyet akar. Itt jön egy Sion. Igen. Kockadoboz. Sion. Szia, Sion. És egyik se rossz autó, és szerintem ez a legfontosabb, hogy mind a kettő szerintem pozitívan csalódtuk bennük. Ez egy kicsit nagyobb, egy picivel többet is tud, de annyivel drágább is. És ha valaki egyébként megkérdezi, hogy te jó Isten, miért ezt vetted, akkor megmondtad neki, mert 7 év garancia volt rá. Bence, ha a kettő közül kell választani, te hogy döntesz? Jobban tetszik a Renault vezethetőségre, meg élvezhetőségre, meg stílusra. Szerintem az még egy kicsit jobban is variálható, abból még jobban ki tudok hozni olyat, ami nekem tetszik, olyan összeállítást. De a Kia-nak viszont jobban tetszik a meggyőzőbb minősége, és mint hogy tudjuk, hogy ugye egy ilyen dél-koreai autó, meg sok garancia, meg ilyenek, ezért úgy az eszemmel mégis inkább egy ilyet vennék. Én nekem formavilágilag egyformán olyan elfogadható jó mind a kettő, ez sokkal autósabb. Tehát, hogy ez nekem ez egy kocsi. A másik az egy kedves játékszer a fiatalos családnak vagy a család hölgy tagjának, de ha választanom kéne a kettőből, ezt választanám, viszont én sem választanám egyiket se. De hol lett a Captur? Ez egy nagyon jó kérdés. Na, hát akkor az összehasonlító tesztünk ezzel véget ért, úgy, hogy az egyik autót el is lopták.